Mit gondolsz, miért nem fogja neked ajánlani a házi orvos, hogy soha agaroterápiát? Ugyanis neki választania kell a te egészséged és az ő egzisztenciája között. Amikor diagnosztizál egy betegséget, annak megvan a hivatalos kezelési módja. Le vannak írva azok a gyógyszerek, amiket alkalmazni kell, stb. És hogyha ő neked ezt adja, teljesen mindegy, hogy te meggyógyulsz, vagy belehalsz, ő neki semmi baja nem lesz. De hogyha ő ettől eltér, és esetleg ajánl neked egy olyan természetes dolgot, mint mondjuk a ganoderma, és véletlenül te nem gyógyulsz meg, hiszen minden betegségnek van lelki oka is, és az senki soha nem garantálhatja, hogy te vagy én, bárki, bármilyen betegségből felgyógyulhat. Szóval, ha te abba belehalsz, akkor őt szétépik. Visszavonják a diplomáját, vége az egzisztenciájának. Ezt én onnan tudom, hogy egy német doktornő mondta nekem ezt másfél-két évvel ezelőtt. Lehet, hogy ez csak őre vonatkozik, és senki másra. Lehet, hogy ez csak Németországban van így, és sehol máshol. Én nem tudom. Tehát ő, ha választania kell, a te egészséged és az ő egzisztenciája között, mit gondolsz, mit fog választani?